2024. március 21-e csütörtöki nap. A vonat ezt ilyen tépőgéppel kitépték, de korhat már 3 éves ágak. Ezeket gyűjtögetem össze, amit itt korhatnak, de tüzelésre jó lesz. Ez az én kis birtokom. Nagyon sokan kérdezték, hogy hova járok. Tehát a gép így kitépte, szó szerint kitépte. Ez az én kis birtokom. Ide járok én. Senki nincsen. Csak én vagyok. Meg a talicska. Tehát lehet látni, hogy ki van tépve. Ki van tépve. A gép kitépte. Ez az én kis birtokom. Tehát van egy családi házam, ez az egyik ingóságom, családi ház, kerttel együtt. Akkor van nekem egy saját kulcsitelkem, ami az enyém, csak az enyém. Az asszonnyal összeveszünk, akkor oda megyek, oda vonulok el egy hétre. És végigjárom a kocsmákat, Kulcsi kocsmát, Adony, Puszta Szabolcs kocsmákat végigjárom. De remélem erre nem kerül sor, mert ha állandóan dolgozok, akkor nincs rá mód, hogy veszekedjünk. A feleségem költő, pénzköltő, imád költekezni. Sajnos 2024. március 21-éig 4 forgatási napon volt, ebből 2-t kifizettek, 2-t meg majd csak április 28-a körül fizetnek. Úgyhogy vissza kell fognom magamat a költésre, mert én is el tudom költeni a pénzt hamar. Egy-két kocsmába betévedek, egy-két ismerőssel összefutok, és meg is van, hogy hová megy a pénz. Sajnos, mert a pénz fogyó eszköz.